Tegnap este óta nem láttalak, azért nézlek. Ne olyan sötéten. Mit ne olyan sötéten? A teát. Egy kis forró vizet töltök utána. Így elég világos? Igen, így jó lesz. Köszönöm. A nap már kora hajnalban oly melegen tűzött, hogy úgy nézem, ma hőség lesz. Fölébredtem, és már meleg volt. Igen. 4 órakor fölkeltem, és azóta nem is tudtam aludni. Sírtam. Ugyan miért sírtál, anyám? Oly nyugtalan voltam. És most már megnyugodtál kissé? Hogy megnyugodtam, azt talán nem lehet mondani, de valamivel több bizalmam van a jövőben, mint tegnap éjfél után 1 órakor volt. Nem tudom, örömmel láttuk a te arcodon is némi bizalmat a jövőben. Bár nem tudom, hogy jól látom-e, oly optimista vagyok. Gondolod, hogy indokolt a nyugalmam? Egy csepp tejet kérek. Egy csepp tejet. Nem felelsz anyád kérdésére. Egy nő élete, áldozatok sorozata. Kenjek egy kis vajasemlét? Kérek, anyám. Pedig hidd el, vannak titkok, amelyek befogadására csak egy anyaszív képes. Milyen szép gondolat, anyám. Akár egy ne olyan. Jaj, ne olyan vastagon. Mit ne olyan vastagon? A vajat. Jól van, drága gyermekem, nagyon jól van. Vékonyan fogom kenni. Mikor még nem volt egyház, az anyaszív volt az egyetlen gyomtatószék. Milyen szép gondolat. Akár egy költeményt. Én nem kérdezem tőled semmit. Itt a kenyered, fiam. Én nem kérdezek tőled semmit. Vékonyan kentem. A mai világban úgy látszik, egy anyának már csak kötelességei vannak. Jogai már nincsenek az anyának. Nem felelsz anyád kérdésére. A gyermek éli a maga életét. A maga életét éli a gyermek. És az anya aggódva állít és könnyekkel a szemében kérdezi önmagától, miért nem tudom én azt a gyermekemről, amit a legjobban szeretnék tudni. Újszerű és úttörő a vállalkozásunk több okból is. Egyrészt azért, mert az újonnan alakult közel, több mint 20 fős Bacsányi Színjátszó körnek ez lesz az első bemutatkozó előadása. Hogy miért Molnár Ferencet választottuk, és miért az olimpiát, ennek több oka van. Ismerőseink, barátaink, akik gyakran jöttek el hozzánk színházba, mikor meghallották, hogy újra élünk, és az élet élni akar, azt mondta, hogy úgy kiéheztünk a színházra. Na most arra gondoltam, ha valóban igaz ez, és igaz ez, mert mi is kiéheztünk, aki a másik oldalon állunk, akkor jöjjön egy olyan klasszikus, aki évtizedek óta hódítja, és reméljük még sokáig hódítani fogja a világ színpadait. Hát Molnár Ferenc, hát húztuk elő a kalapból, és az olimpiát. Nos, hát ez a történet olyan történet, amely bárhol és bármikor megállja a helyét, hiszen mi van ebbe a kalapba? Szerelem. Szerelem, szerelem, mégpedig olyan szerelem, amelyért meg kell, meg kéne küzdenie egy jéghercegnő, gyönyörű, osztrák származású olasz hercegnének, aki egy évi házasság után megözvegyült, és egy rangon alulinak tartott Kovács András nevű huszár kapitánnyal, akiről a családja azt mondja, legalább egy fon lenne a neve előtt. Hát, hogy a Kovács András kapitány, hát a lehető legegyszerűbb és a leggyakoribb magyar név. Csak hát ez a kapitány kellően délceg is, kellően fess is, sok nyelvet beszél, világot járt. Tehát minden adott arra, hogy a jég olvadjon, azaz a hercegnő tüzet kapjon. Igen, ám csak köti őt az arisztokrata
vére, hogy lefelé nem vagyunk kompatibilisek. Na és hogy ebből mi minden fog kijönni, az a színpadon kiderül, erről többet nem szeretnék mondani, de szerelem, szenvedély és minden benne van. Egy csodálatos csapat veszik körül a hercegnét, illetve a huszárkapitányt. Hát itt is minden van, ami egy igazi Molnár daramba kell. Az intrikus rokon a Lina grófnő, aki mindent tud, mindent lát és mindent hall. A szülők, az édesapa, aki egy megöregedett tábornok, akiről sok minden ki fog derülni a színdarab során, és az anyuka, aki azon gondolkodik, hogy na most aztán annyi mérget kéne innia, amely elegendő lesz arra, hogy még a nevüket is elfelejtsék. És itt van Albert gróf, aki egy kicsit más, mint a Fess huszárkapitány, de hihetetlenül szeretni való, és hát a kötelesség teljesítés maximumát nyújtó csendőr alezredes. Nos, az ő hetesük, mert hiszen heten vannak a színpadon, alkotják és alakítják mindazt a közel 2,5 órás színdarabot, amely nagyon bízom benne, hogy feledhetetlen szórakozást fog nyújtani. Olyan szerencsénk van, hogy bepillantást nyerhettünk egy kicsit a próbátokba. Hát mi nagyon élveztük már most a próbát is, igen. De ti hogy vagytok, hogy van a csapat, hogy kovácsolódtatok közösségé? Hát Erzsi néni hívott minket ebbe a darabba, aminek nagyon-nagyon örültünk, mert ez egy Molnár Ferenc darab, ami ugye a mai világban is igazándiból a történet megállná a helyét. Tehát ha levesszük a színészekről a kosztümöket, és mai ruhába öltöztetnénk őket, akkor azt mondhatnám, hogy egy gazdag lány beleszeret egy szegény fiúba. Történet, és ugye vajon mi lesz a vége? Tehát azért ez itt a mai világban sem egyszerű, ott akkor abban a korban pedig végképp nem volt egyszerű, úgyhogy a szülői hatások, az elvárások, a megfelelés, azért itt a darabban egy hercegnő, aki a császár első udvarhölgye, és azért ő neki nagyon-nagyon sok felé kell megfelelnie, de a szíve mégis más diktál. Tehát úgyhogy ez egy ilyen érdekes kis kaland ez az egész. Lesznek benne érdekes fordulatok, nem várt fordulatok is, úgyhogy reméljük, hogy a nézőknek is tudunk ezzel egy kis izgalmat okozni. Téged már többször láttunk színpadon, igen. Tapolcán, több darabban is szerepeltél, de ez az igazi első nagy főszereped. Hogy fogtál neki egyáltalán a karakter megismerésének, a szerep megtanulásának? Hát tanultam éjjel-nappal, ez másképp nem lehet hozzáfogni. Tehát igazándiból akkor, ha már van szövegbiztonságom, akkor tudom a színpadon is úgy a mozgást figyelni, amikor már nem a szerepre kell koncentrálnom, hanem tényleg bele tudom magam élni ebbe az egészbe. Próbálom magam úgy beleélni, hogy igen, tehát azért ez a mai világban is előfordulhat. És azért ezek a dolgok, ezek az emberben úgy lelkileg úgy bent vannak, és ezt akkor így könnyebb átadni. Remélem, hogy majd a színpad és ez így lejön a nézők felé. Hát a főszerep nem ijesztett meg, hanem mondhatjuk, hogy inkább inspirált téged. Meggondolom, hogy a társak is. Persze, egy nagyon-nagyon jó közösségünk van, nagyon jó csapatunk van, segítjük egymást sokszor kívülről, tudod, így a másik mondja, hogy akkor figyelj te neked, akkor ez így jobb lenne, meg kérdezzük is, Erzsinén a nagy segítség, sőt, van, amikor Erzsinét mondjuk, Erzsini, mondjad, hogy mi az, amiben változtassunk, és akkor mondja, hogy hát ő neki ez most nagyon tetszett. Mondtam az elején, hogy úttörők vagyunk, és új utakon járunk. Az új út azt is jelenti, hogy kitaláltam egy új fogalmat, legalábbis azt hiszem, hogy én találtam ki, de ha nem, akkor nem, és egy új helyszínt is. Hogy hogyan kovácsoljunk össze csapatot, hát azért közösség, tréningek kellenek, és közösségi terek, hát a lakáspróbák azok, amely fogalomként bevonultak a Bacsányi színjátszókör életébe, és így kezdtük a próbákat, olvasópróbákat, sőt, még ilyen vigyázálásba elindult maga a szerepjátszás is, de aztán kinőttük a lakást, és kerestük a helyszíneket, és hát csodálatos módon rátaláltunk a zalahalápi polgármester úrra, aki azt mondta, hogy miénk a pálya, miénk a színpad,
és itt fogjuk előadni az első gyermekünk, gyakorlatilag itt fog megszületni. Hálánk és köszönetünk jeléül egy ingyenes előadás, és éppen ma kaptam a kultúrszervezőtől, Kingától a hírt, hogy erre a 100 fős nézőtérre már 2 hét vendégjegyek születtek, tehát vendégként látunk mindenkit, Zala Halláp is, aki ide el fog jönni erre az előadásra, és erre már majdnem teljesen elfogytak a jegyek. A bemutatónk az május 9-én lesz 18 órakor itt, mint ahogy mondtam, ingyenes. De természetesen itt nem állunk meg, mert régi-régi évtized, több évtizedes vágyam a térségi színjátszás, és a térségből összeverbúvált amatőr színjátszókat egy színpadon látni. Hiszen amikor középiskolai tanárként valójában ezt tettem, hiszen odasodort a gimnáziumba a Zala Halápit, a Szigligeti, a Badacsony Tomai, az Edericsi tanulót, és belőlük meríthettem, és csodálatos színdarabok születtek ott, sőt, itt a színpadon játszik most olyan 2 szereplő is, aki nálam akkor 15-16 évesen már szerepeltek színdarabba. Tehát kicsit déjà vu érzésünk is van, de ez valami olyan atmoszférát is ad, hogy ez semmihez sem hasonlítható. Tehát térségben vagyunk már, térségi lesz a közönségünk, és hát a nem szép szó, de most egy kicsit inkább pozitív tartalommal tölteném meg ezt a tájolást. Innen május 14-én a Tamási Áron Művelődési Központba fogunk menni. Ott egy alkalommal mutatjuk be ezt a színdarabot. Majd június 11-én Sümegre hívtak bennünket, és ugye az is csoda hozzá, hogy addigra újul fel a hang és a fénytekrika, tehát gyakorlatilag mi leszünk ott az első. 17-én, tehát majdnem egy héttel később pedig a dísz előadás lesz Lesence Istvánon, az addigra felújított kultúrház avató ünnepségén. De itt még mindig nem ért véget a sor, hiszen június 24-én megint csak egy úttörő, új típusú vállalkozás, új típusú találkozás lett. Kint Bartonek Kata segítségével, a Csigomalom tulajdonosával, hogy abban a gyönyörű akusztikával is rendelkező díszterembe, koncertterembe fogjuk, és tényleg szó szerint abba a környezetbe fogjuk előadni ezt a színdarabot, amely adott lehetett akkor, amikor Molnár Ferenc ezt írta. Ez a darab 1928-ban született, ha már erről beszélünk, és 1913-ban játszódik Ferenc József születésnapján. Lakáspróbákat említettél, hát régen szalonokból indult az irodalom is, úgyhogy igazából ennek azt gondolom, hogy reneszánszát élhetjük akkor itt a színjátszókörrel mi is együtt. Nagyon kidolgozottak a szerepek, nagyon-nagyon látványos helyzetkomikumra adnak lehetőséget. Hogy álltok a próbákkal, hogy álltok a helyzetkomikumokkal, mennyire a magáénak érzi már a csapat, a darabot, a szöveget, a szituációkat? Mindenem álszerénység nélkül mondom, hogy a szereplő megtalálta a szerepet, de mondhatnám fordítva is, hogy a szerep megtalálta a szereplőt. Most, hogy már tényleg itt vagyunk a finisbe, és nézem őket, azt kell, hogy mondjam, hogy nem tudnám elképzelni olimpiát Szabó Timi nélkül. Nem tudnám elképzelni a huszárkapitányt Révész Dávid nélkül, Lina grófnőt Németné Varga Kati nélkül, az édesanyja Jenny szerepébe Grünczes Zsuzsa remekkel, Tihanyi Zoltán, az öregedő, elérzékenyödő tábornok szerepébe óriásit alkot, és hát Németh János a csendőr alezredes szerepébe, hát megmondom őszintén, hogy hihetetlen, hogy micsoda helyzetkomikumokat teremt egy-egy mozdulatával, egy nézésével, és hát itt a nézőtéren, amikor itt vagyunk, nincs olyan, aki kísér bennünket, hogy ne nevetne fel. Hát mondtam is a szereplőimnek, hogy ha János lesz a színpadon, és
igyekszik a fémtárhoz nyúlni, amit egyébként polgári néven kardnak mondanak, hogy nehogy véletlenül elnevessék ők is magukat, mert akkor állni fog a bál. Főmérkőságú hölgyeim, szóról-szóra úgy mondom el, hogy történt. Most jövök a telefonfülkéből egyenesen ide, megállás nélkül. A hivatalomban jelentik, hogy telefonon kerestek Bécsből, személyes beszélgetést óhajtottak 12 óra 40 perc. Az inspekciós altisztem jelentette, hogy nem tartózkodom a hivatalomban, hanem itt vagyok, ahol lennem kellett, őfelsége születésnapi ünnepén. Alig, hogy kézhez vettem a jelentést, telefonon szólítanak itt a palaszban 2 perc múlva, 12 óra 42 perc. A bécsi rendőrigazgatóság szólított, és a következőket mondta. Értesülésünk van arról, hogy Mejrovszki, a börtönviselt célhámos, itt tartózkodik fürdőhelyen. Azonnal megfigyelés alá vendő, szökés gyanúja esetén letartóztatandó. Rendőrtisztviselő elindult Bécsből, reggel 7-kor érkezik, további intézkedéseket ő foganatosítja. Igen, kérem, bocsánat, de mi közünk nekünk ehhez? A célhámos huszár tiszti egyenruhában tartózkodik. De nem szabad elfeledkeznem arról, és tényleg a dobogó van a helye Pásztor Zsuzsának, a rendező asszisztensemnek, aki hát most már szerintem közel 20 éve itt van velem. A gondolatomat tudja, és én elindítok egy mondatot, hogy hogy kéne, ő be tudja fejezni, de ez még nem is lenne csoda, hanem már elém teszi azt a megoldást, abba a varázsba, vad, fúr, farag, épít, rendezkedik körülöttünk, tényleg egy áldás nekünk, és most tényleg úgy érzem, hogy, és így érzi a csapat is, hogy ez egy óriási jutalomjáték nekünk. Lubickolnak ők is a szerepekbe, lubickolunk mi is, és az, ami egy csoda, hogy annyi pártfogunk, annyi támogatónk van, hogy szinte elmondhatatlan. A budai esküvői ruhaszalon csodaruhákat bocsájtott a rendelkezésünkre, de nem csak, hogy ruhákat bocsájtott, hanem a szereplőimre igazította. És azt is mondta az elit, hogy most jó, csak próbáljanak, és de ő ezt ki akarja mosni, és úgy akarja nekik odaadni, hogy az úgy álljon, ahogy. És a plakátokhoz, meg hát ugye egyébként is, hogy azért megmaradjanak az emlékek, Budai Miklós a műtermébe százával készítette róluk a csodálatosnál csodálatosabb képeket, és amikor megkérdeztük, hogy mibe kerül ez, és azt mondták, hogy Erzsike, hát ez a minimum, hogy támogatunk benne. De ugyanez a Kati, a Bartonek Katalin, aki ma is, meg 15 éve is azt mondja, hogy Erzsike, menj, keressél butorokat, és mind a tiéd. Fuvarosok jelentkeznek, hogy segítenek. Tehát hihetetlen, komolyan mondom, hogy én mindig megharcoltam a magam kis harcát, ugye, és azt szoktam mondani, hogy harcotiport skorpió voltam, de most egyszerűen még magammal se tudok harcot folytatni, mert amit úgy megálmodtunk, az itt van, és vagyunk, és az, amit megértünk, hogy köszönjük nekünk, hogy vagyunk. Tehát ez szerintem ez minden csodával felér, és hát ha erre még taps is jön, a tetszés fokmérője, akkor mindenünk megvan, és meg lesz. Azt mondod, lubickoltok, akkor tudjuk, hogy az első lubickolás az május 9-én lesz itt Zalahalápont, és majd aztán 14-én Tapolcán is. Jegyeket hol lehetne venni, hogy lehet eljutni az előadásokra? Úgy, mint ahogy mondtam, hogy Zalahalápi ingyenes vendégjegyek már el is keltek. A Tamási Áronban ott a portál lehet jegyeket vásárolni éppen a mai naptól. Minden hétköznap 10-től 18 óráig, és szombaton 9-től 12 óráig. Utána megint csak egy, ugye, mint mondtam, hogy
Sümegen ott egyértelműen, hogy a Sümegi Kultúrházba, illetve a Művelődési Központ fogja árulni a jegyeket. Az Istvándi ugyanilyen vendégles jegyes lesz, hiszen Lesence István polgárait fogják vendégül látni, és hát a Csigomalommal megint jegyes előadásunk lesz, annak pedig a technikája hasonló lesz, mint a többinek. Kéz és lábtörést kívánok. És ugye még egyet hadd mondjak el, ezt beépítve, ugye elmondtam, hogy a szereplők nélkül nem jöhetett volna ez létre. Nem jöhetett volna létre a segítők nélkül, a támogatók nélkül, de valójában ez a színdarab az Molnár Ferenc amerikai örökösei nélkül sem jöhetett volna létre. Megkerestem a Hofrasz színházi ügynökséget. Ők maximálisan, olyan készségesen álltak mellénk, hogy hihetetlen, és hamarosan meg is érkezett az engedély, hogy szívesen látják. És hát ugye van egy kis pikantériája részünkről a dolognak, mert valójában 70 éve hunyt el 1952-ben Molnár Ferenc, és köztudott, hogy a szerzői jogdíj védelme alatt 70 évig vannak a színdarabok, utána szabad felhasználásúak. De most április elején halt meg, tehát gyakorlatilag így letelt volna a 70 év, de mivel az egész év számít, és hát tőlük is érkezett ez egy olyan ajánlat, hogy mi van akkor, mert hát ugye a szerzői jogdíj az kőkemény, és mi van akkor a jövőre? Megbeszéltük a csapattal, és azt mondták, nem, vállaljuk be, mert nekünk most és itt, és ekkor, és így kell színpadra lépünk. Tehát zöld utunk van minden szinten, és csak a közönséget várjuk, és a tapsot. Nem, ne zavartassátok magatokat. Téged megcsókolok még egyszer, mert te vagy az én büszkeségem. Folytassátok. Hangosabban, Zolikám. Jó, Hegelt. Ügyelmet. Köszönöm, én már hegeliztem. Természetesen az ágyban. Nem természetesen az ágyban, hanem az ágyban. 30 éve ott hegelizem. Természetesen. Mit akarsz te ezzel a természetesennel? Olyan jellemző az rám nézve, hogy az ágyban hegelizem. Már korhát hegel kezdett. Lina. Én katonai rangom minden tekintélyében... Hangosabb legyél. Nekiadottam. A megjegyzésednek ironikus hegye volt. Vagy, hogy mondják? Éle vagy hegye? Éle. Akkor éle. Éle. Ha te mondod, akkor igazad van. Neked mindig igazad van. A világ nekünk. Lina, ne légy érzéki. Akarsz enni valamit? Köszönöm, nem kérek. Fürdő előtt ki van zárva. Azt mondod, egyen? Igen. Akkor eszem. De saláta nélkül? Saláta. Egy kis sonkát? Egy kis sonkát? Az aztán ki van zárva. Ne aggódjatok el! Padlás! Ahogy jó, add ide. Hangedli. De saláta nélkül. Saláta. Hangosabban, Timi. Saláta. Ezt az egy napot ki akarom használni. Kétszer fogok fürdeni. Asszó. Egyszer fogok fürdeni. Legyen. Most élem. Higgyétek el, nincs kolosszálisabb üdülés egy táborok számára, mintha mások parancsolnak neki. Én így pihenem ki magamat a sok fárasztó parancsolástól. Csak ne féljetek, édesek! Parancsoljatok!